Parlagfű allergia, fontos, hogy megakadályozzuk a virágzást és azt, hogy a növény a kertünkben magot érleljen. Magyarok kenyere, idén is gyűjtenek a hazai és határon túli rászorulóknak. Kitüntetés, a Magyar Úszószövetség centenáriumi díjjal ismerte el Szűcs Csaba úszóedző munkáját. Több milliós bírság is kiszabható azokra a kert tulajdonosokra, akik a felszólítások ellenére sem írtják kertjükben a parlagfüvet. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Nem csak az allergiásoknak, de kertünk növényeinek sem kedvez a gyomnövénnyel való együttélés. Nagy tömegű pollennel való találkozás az egészségre is ártalmas lehet bármely korosztályban. Lehetőleg gyökerestől kell eltávolítani, különben jön a szankció. A büntethetőség szempontjából lényegében mindegy, hogy ez az egy szál van a kertünkben, vagy tömegesen fordul elő a ház körül. A növényeinktől elszívja a tápanyagokat, a pollennyire allergiás lakosság pedig kellemetlen tünetektől szenved, amennyiben nem írtjuk ki. Belterületen és külterületen különböző a felderítés és az eljárás. Ugye a belterületen a jegyző rendelkezik hatáskörrel a parlagfű elleni védekezésben, külterületen pedig a kormányhivatalnak, az agrárügyi főosztályának a növényvédelmi osztálya, aki eljár, viszont a földhivatal munkatársai azok a kollégák, akik felderítenek. Tehát egy alapfelderítés lehet, illetve bejelentésre megyünk ki, és beazonosítjuk a területet, és akkor az alapján indul el az eljárás. Egy központilag működtetett úgynevezett parlagfű információs rendszeren keresztül, tehát egy informatikai rendszer az, ami az egészet kezeli. A magok a föld bolygatásával kerülnek csírázó képes állapotba, amennyiben egy területet nem bolygatnak, a hazánkban honos gyomnövények 3-5 év alatt teljesen kiszorítják az adott területről a parlagfüvet. A szakember azt is elmondta, fontos, hogy megakadályozzuk a virágzást és azt, hogy a növény magot érleljen, mivel a parlagfű magja jó néhány évig is csíraképes maradhat. A jogszabály nem tesz különbséget, hogy 1-2 vagy 3 vagy 300 vagy 3 millió. Tehát ha találunk, akkor el kell járnunk, elvileg akár egy szám miatt is, természetesen a gyakorlat nem ez. A bírságnak a mértéke az két dologtól függ, pontosabban három dologtól függ, hogy belterületen vagy külterületen van a terület, hogy mekkora a terület nagysága és milyen a gyomborítottság. Ha alacsonyabb a gyomborítottság, tehát a nézetméterre számolva kevesebb gyom található, akkor alacsonyabb a bírság mértéke. Ez egyébként 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet, és ismételhető. A házi orvos elmondta, nagyon sokféle készítmény lehet segítségünkre abban, hogy átvészeljük az allergia szempontjából intenzív időszakot. Van, akinek egyik évről a másikra már teljesen súlyos, nagyon-nagyon komoly légúti tüneteket okozó pollen allergiája tud kialakulni. Nyilván azért általában ez a ritkább, de gyakorlatilag mindegyik egyébként azért manapság már jól kezelhető. Nagyon széles palettája áll rendelkezésre az antihisztaminoknak, tehát ezek ugye általában ilyen tablettás vagy gyerekeknek ugye ilyen oldatos készítmények, illetve ugye szemcseppek, orsprék állnak rendelkezésre, amivel meg lehet oldani ezeket az allergiás tüneteket. Meg hát, akinek van rá lehetősége, nyilván célszerű olyan helyen tölteni az időt, ahol a pollen koncentráció csökkent. Ez általában ugye vagy ilyen hegyvidéki terület, vagy pedig ilyen tengerparti régió. Ha nincs lehetőségünk elutazni hosszabb időre, megoldást jelenthet az is, ha csökkentjük a szabadban töltött időt, illetve a kint tartózkodást próbáljuk a hajnali és az esti időszakokra időzíteni. Emellett igyekezzünk ruházatunkat és otthonunkat is nagyobb odafigyeléssel megtisztítani a pollenektől. A készenléti rendőrség és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság mélységi ellenőrzési és közterületi támogató osztálya, valamint a területileg illetékes Nyírbátori, Mátészalkai és Vásárosnaményi rendőrkapitányságok állománya komplex közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, igazgatásrendészeti, bűnügyi és migrációs ellenőrzést hajtottak végre július 24-e és 26-a között, amelyben összesen 110 rendőr vett részt. Volt, ahol ellenőrző áteresztő pontokat állítottak fel, az arra közlekedő valamennyi járművet megállították és átvizsgálták.
A bűnügyileg frekventált település részeken ingatlanokat is átvizsgáltak, körözötteket keresve, valamint illegális termékek és eszközök után kutatva. A cél a lakosok biztonságérzetének erősítése és a jogsértőkkel szembeni határozott fellépés volt. Az egyenruhások 3 nap alatt közel 1000 főt igazoltattak, 372 gépkocsit ellenőriztek és 228 esetben intézkedtek. 75 alkalommal helyszíni bírságot, valamint 70 alkalommal közigazgatási bírságot szabtak ki, 31 szabálysértési feljelentést tettek, 7 esetben éltek feljelentéssel bűncselekmény elkövetése miatt, és 29 figyelmeztetést alkalmaztak. Az intézkedés alávontakkal szemben 25 alkalommal kényszerítő eszközt alkalmaztak, 16 főt elfogtak, 9 főt pedig előállítottak. A búzatáblák megszentelésével vette kezdetét idén a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű program, amelynek keretében a gazdák búzát és más javakat ajánlhatnak fel a rászorulóknak az ország szerte létrehozott gyűjtőpontokon. Azóta pedig véget ért az aratás, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében hívta fel a figyelmet a felajánlások lehetőségére. Évről évre több adomány érkezik a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű programba. Tavaly csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 165 felajánló jóvoltából több mint 52 tonna búza került be a közös adományba, országos szinten pedig 700 tonna liszt, közel 100 tonna vetőmag, több kamion zöldség és gyümölcs, jelentős gluténmentes termék és több mint 100 számítástechnikai eszköz gyűlt össze, amelyet közel 600 gyermekeket, időseket, szociálisan rászoruló embereket segítő civil és egyházi szervezet részére adtak át. A magyar agrárium az 20 millió ember ellátására alkalmas. Voltak nehezebb időszakaink, ugye a Covid, a háború mind megnehezítette az éveket. Ilyen szempontból megnehezítette a Magyarok Kenyere programot is, hiszen ma mindannyian tudjuk, hogy nehezebb ezekre forrásokat találni, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan program, amit tovább kell vinni, és akár évtizedek múlva is sikeresként lehet, vagy sikerként lehet elkönyvelni, hiszen ez mind mondom a rászorulóknak, mind a hagyományaink őrzése szempontjából egy rendkívül fontos esemény. Idén is a búzatáblák megszentelésével vette kezdetét a Magyarok Kenyere program jótékonysági akciója, amely 14 évvel ezelőtt indult útjára, mára pedig teljesen átszövi a Kárpát-medencét. A kezdeményezés mögött a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyarok Kenyere Alapítvány, a NAK Magyarok Kenyere Közhasznú Nonprofit Kft. Áll, akik a falugazdász hálózattal együttműködve gyűjtőpontokon várják a felajánlásokat országszerte. Hagyomány szerint augusztus 20-án a Sóstói Múzeumfaluban tartják majd a Magyarok Kenyere kenyérszentelő napot. Úgy tervezik az ország nagy részében, hogy augusztus 20-a környékén lezárják, de mi soha nem szoktuk lezárni augusztus 20-a környékén. Van nekünk is itt a Halomúzeumban egy ünnepség, ahol úgymond a Magyarok Kenyere programmal lezártnak veszük, de mi Szent András napi disznóvágáskor szoktuk értékelni ezt a helyzetet és az adományokat, megköszönni azoknak, akik adományoztak, illetve azoknak a civil szervezeteknek egy oklevéllel átadni, akik majd ezt eljutassák célba. Mi lisztet adunk a kívánság szerint, a civil szervezetek megmondják 1 kilós, 2 kilós, 5 kilós kiszerelésben, és akkor leszállítsuk oda a helyszínbe, úgyhogy én most is azt szeretném, hogy nem zárnánk ezt le, aki a november 30-áig bármikor jelentkezik, akkor ezt beteszik oda a közösbe, és ez a kiosztási lényegében senki nem marad le erről a lehetőségről. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke azt mondta, a tervek szerint decemberben jutnak majd el a felajánlások a rászorulókhoz. A Debreceni Egyetem, mint az egyik legnépszerűbb vidéki egyetem, a nyíregyházi kihelyezett karon is várja azokat, akik az egészségügy területén szeretnének tovább tanulni. Idén is az ápolás és betegellátás gyógytornász szak a legnépszerűbb. Augusztus 7-ig tart a pótfelvételi eljárás, így majd egy hét áll rendelkezésére azoknak, akik szeretnék megkezdeni tanulmányaikat a következő fél évben. A vidéki egyetemek közül a Debreceni Egyetem vezető szerepet tölt be a felvételizők jelentkezéseit tekintve. Az egészségügyi kar népszerűsége az előző évekhez képest minimálisan csökkent.
A kar vonatkozásában azt lehet elmondani, hogy az előző évi adatokhoz képest egy kis arányú csökkenés látszik most jelenleg, viszont a pótfelvételi eljárás még zajlik, a napokban kezdődött el, és hát ha konkrét szakokat szeretnénk említeni, akkor azt lehet látni, hogy évek óta a legnépszerűbb szakok közé az orvos és egészségtudomány területén belül az ápolás és betegellátás gyógytornász szak vezet. Ez az első hely, lehet azt mondani, hogy tartja magát, de a kar által meghirdetett további szakok is népszerűnek bizonyultak a felvételi eljárás során. A pontszámítás átalakulásának okán a felsőoktatásban dolgozók nagy várakozással voltak a felvételi eljárás alakulását illetően. A ponthatáraink is azt mutatják, hogy a jelentkezések is engedték azt, hogy a ponthatárainkat tudjuk tartani. Az jelenlegi eljárás során nagy változás volt a felvételi pont számításban. Így nagy várakozással voltunk mindannyian, akik a felsőoktatásban dolgozunk, hogy ez hogyan fog hatni a felvételire. Mi most azt látjuk, hogy a ponthatáraink tartották magukat a legtöbb szak esetében, sőt volt, ahol növekedett. Vannak olyan szakok, ahol 400 pont fölött van a ponthatár, és 230-250 alá nem kellett lemennünk ahhoz, hogy a hallgatói létszámunk az megmaradjon. Még egy hét áll rendelkezésére azoknak, akiknek nem volt sikeres a felvételie, vagy lemaradtak a jelentkezésről a téli időszakban. A pótfelvételi eljárás jelenleg elindult, és ugyanúgy, ahogy az általános felvételi eljárás, az felvételi rendszerben kell a hallgatóknak jelentkezni, az nagyon fontos, hogy a pótfelvételi eljárásba benyújthatják a jelentkezésüket azok a jelentkezők, érdeklődők, akik nem nyújtottak be korábban semmilyen intézménybe, illetve azok, akiket nem vettek föl egyik helyre sem, amit korábban bejelölt. Az is fontos dolog, hogy egy szak jelölhető ilyenkor a pótfelvételi eljárásban. Intézményünk vonatkozásában azt lehet elmondani, hogy költségtérítéses helyeket tudunk, önköltséges helyeket tudunk hirdetni, és alapvetően az orvos és egészségtudomány és a pedagógus képzés területein találnak az érdeklődők lehetőségeket az felvételi rendszerében. A pótfelvételi eljárásról a felvi.hu-n szerezhetnek információt az érdeklődők. Az értéktelen táplálék megbetegítheti a vízimadarakat. Szennyezi a környezetet, rontja a víz minőségét és növeli a vizek szerves anyag terhelését. Az etetés növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót és az ebből eredő sérülés veszélyt. Csak néhány érv, ami miatt a hatóságok és a természetvédelmi szakemberek évek óta küzdenek azért, hogy ne etessük a vízimadarakat. Kenyérmaradékok Nyíregyházán a Sóstói tópartján. Nyáron sokan sétálnak erre, és boldogan etetik az emberhez egyre közelebb merészkedő kacsákat. Valószínűleg ezek a morzsák is így maradtak itt. A gyerekek etették a vízimadarakat, majd megunták és mentek tovább. A kenyeret pedig itt hagyták, hát ha később még megeszik a madarak. Ez olyan, mint amikor a családban az anyuka édességgel tömi a gyereket, a gyerek nagyon örül neki láthatólag, csak nem használ neki. Ugyanez van a vízimadarakkal is, tehát ők ezt szívesen elfogadják, sőt, szinte idomulnak ahhoz, hogy ha meglátják az embert, már jönnek is közelebb, és nagyon cuki, amikor elveszik a kezünkből a kenyeret és egyéb dolgokat, de tudni kell, hogy ez több okból is teljesen felesleges is, és veszélyes is. Egyrészt a madarakra nézve, meg közegészségügyileg is ez nem igazából nyerő. A madarak vízi növényekkel és rovarokkal táplálkoznak, ettől tudnak a fiókák egészségesen fejlődni. A hattyúknál például kialakult az angyalszárnyúság nevű betegség a túl sok emberi etetés, vagyis a nem megfelelő minőségű táplálékok miatt. Ez azt jelenti, hogy összezsugorodik a fejlődésben lévő madarak szárnya, és röpképtelenné válnak. De más problémát is okoz az etetés, nem csak a madaraknál, a teljes környező ökoszisztémánál. Ezek a
túletetett madarak, ezek egyrészt összegyűlnek egy bizonyos részén a tónak vagy a folyóvíznek, és ott sokkal többet piszkítanak, ürítenek. A felgyűlemlett szerves maradék, amit feleslegesen bedobálnak az emberek, az szintén rontja a víznek a minőségét, és 4 vagy 5 évvel ezelőtt például a Bújtostónál egy óriási pusztulás volt, amikor nem csak a madarak, még a halak is pusztultak. Ez egyrészt köszönhető volt annak, hogy nyáron meleg volt és lecsökkent a vízszint, plusz a túletetés miatt, ugye ott örökös föld lakossága rendszeresen jár ki és dobálja be a kenyeret és egyéb dolgokat a madaraknak, ez megpushasztotta a vizet, beruhasztotta, olyan kékalgák dúsultak fel, amelyeknek a toxinja, a méreganyaga, az bénító lakhat a madarakra. Tehát ezt tavi bénulásnak hívják, először a madaraknak a szárnya szokott megbénulni, aztán később a lába is kezd elzsibbadni, lebénulni, ilyenkor már kimásznak a partra, de ilyenkor már menthetetlenek. Tehát a szennyezett víz, a kékalga toxin miatt a légzőszervek is leállnak, és ilyenkor elpusztulnak. Úgyhogy több száz szárcsa, réce, sirályok pusztultak el akkor a Bújtostónál, és aztán később még a halakra is ráment ez. Mai napig nem tudott rendesen helyreállni a Bújtostónak az élő világa. Vannak olyan vízimadarak, amelyek akár a madárinfluenzát is képesek terjeszteni. A mesterségesen fenntartott táplálékbőség ráadásul kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen őszi elvonulási viselkedést. Ezért nem ritka, hogy télen jégbe fagynak az itt maradt madarak. A Magyar Úszószövetség centenáriumi díjjal ismerte el Szűcs Csaba úszóedző munkáját. A nyíregyházi szakember tanítványa között szerepel többek között a hosszú távúszó kétszeres Európa-bajnok Kovács Rita és a szöuli olimpikon Európa-bajnoki bronzérmes Csabai Judit is. A Magyar Úszószövetség 2011-ben újjáélesztette a centenáriumi díjat, amellyel a sportág fejlődésében, népszerűsítésében, sikereiben résztvevők munkáját ismeri el. Évente egy edző kapja meg a díjat, amelyet idén Szűcs Csaba vehetett át. A már nyugdíjas szakember közel fél évszázaddal ezelőtt kötelezte el magát a nyíregyházi úszósport mellett. Én földrajz testnevelés szakos főiskolai hallgató voltam, és ott a második évfolyamon a Dallos Sándor, aki megindította ezt az egész Szabolcs-megyei úszást, illetve főleg a nyíregyházit, egy néhányunkat, akiről talán egy kicsit jobban úsztunk a hőskorba, mint az átlag, velünk gondolta, hogy foglalkozzunk gyerekekkel, odahívott a medence partjára, sokan voltunk, vagy 80-10, és lassan mindenki lekopott, és szinte egyedül maradtam abból a társaságban. Én hivatalosan 1975. október 1-től vagyok az akkori városi sportiskolának a szerződésében. Bár hívták a fővárosba és külföldre is, a nyíregyházi arany korábbi testnevelő tanára nem gondolkodott a váltáson, bár a körülmények nem mindig voltak ideálisak. A presztízse óriási volt az úszósportnak, akkor is, azelőtt is és most is, és remélem később is az lesz, hiszen össze lehet kapcsolni azzal, hogy amikor ide, abban az időben, 76-ban nyílt ez az iskola, ahol most vagyunk, akkor A, B, C, D, E, F, G, H osztályok voltak. Mindenki ide akart jönni, mert úszni meg tudott tanulni. Tehát mindenki gondolta arra, hogy egy jó befektetés a gyereknek, hogyha egy kicsikét testileg pszichailag fogékonyabb lesz valamilyen sportra később, egy nagyon jó alapsportág, és utána tovább tudnak lépni bármilyen labdajátékhoz. Most mondhatnánk a Harsányi Gergőtől kezdve a tollaslabdázó Harsági Andrea, a Medve Robert kézilabdás, tehát rengeteg úszóként kezdték, és utána mindenki tudott más sportágba kerülni. Tehát gyakorlatilag ahol a vízpartján lehetett gyerekeknek, ugye főleg uszodába táborokat, illetve edzéseket tartani, az mindig teltházak voltak. De az is igaz, hogy abban az időben még nem volt ennyi medence, mint mostanában, hiszen most már minden városnak szinte lassan van egy kis 25 méteres, meg egy kis tanmedencéje is van mellette. Akkoriban még csak a sóstó volt, meg ez a medence. Szűcs Csaba tanítványai közül Csabai Judit Európa-bajnoki bronzérmet szerzett és részt vett a szöuli olimpián, Kovács Rita pedig az Európa-bajnokságokon szerzett 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzérem mellett egy világbajnoki ezüsttel is büszkélkedhet. Jött a Csabai Judit, aki felnőtt Európa-bajnokságon 3. volt, eleve volt 3
négy olyan ifjúsági Európa-bajnokságra jutott ki négy versenyzőm, akik az ifjús EB-ken ebből háromszor érmesek voltak, mind 800 gyorsan. Akkor ott volt a Szokoldi, a Kovács Rita, Csabai Judit, később a Weiss Kitti, a Barta Kristóf, a Kukucska Boldizsár. Tehát azért nagyon-nagyon sokan, szinte felsorolhatatlan ez, hogy ennyi idő alatt így most visszaemlékezzek, úgyhogy elnézést azoktól, akik meg nem jutnak hirtelen nem eszembe. Egyetlen egy gyerek volt, aki nem kiskorába kezdte, később szeretett volna betakozódni az úszósportba, Molnár Jánosnak hívják, egy tehetségkutató bukkant föl, ide járt pedig ebbe az iskolába, de nem volt úszóosztályos, és megnyert az aranyüstöt. És onnantól kezdve ott maradt a társaságba, mert mindig egy jó közösségi, összetartó kis társaság volt az úszócsapat. Mint a díjazott elmondta, versenyekre már nem jár, de a jegyzőkönyveket rendszeresen átnézi, így tisztában van az eredményekkel. Az idejét pedig főleg kerékpározással, fotózással és utazással tölti felesége társaságában. Kedves nézőink, híradónk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főbb hírei még egyszer röviden. A parlagfű elterjedtsége és nagy mennyiségben elszórt virágpora miatt hazánkban mára már számottevően megnőtt azok száma, akiknél a növény allergiás, illetve asztmás tüneteket vált ki. A nagy tömegű pollennel való találkozás egészségre gyakorolt hatása minden életkorban kedvezőtlen, hiszen az allergia minden korosztálynál kialakulhat. A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatósága idén is csatlakozott a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű programhoz. Rácz Imre, a kamara vármegyei elnöke felhívta a gazdálkodók figyelmét, hogy aki teheti, segítse a határon innen és túli rászorulókat. Tavaly csak a vármegyében a felajánlók jóvoltából 52 tonna búza gyűlt össze. Centenáriumi díjjal ismert el a Magyar Úszószövetség Szűcs Csaba úszóedző munkáját. A nyíregyházi szakember számos tanítványa között szerepel az olimpikon, Európa-bajnoki bronzérmes Csabai Judit és a hosszú távúszó kétszeres Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes Kovács Rita is. Önök július 31-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk, és várja önöket a weboldalunk is, most időjárás jelentéssel folytatjuk. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, jó pihenést ma estére, viszontlátásra! Csütörtökön a fátyol felhőzet, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütése van kilátás. Csapadék hazánk nagy részén továbbra sem várható, de délutántól a nyugati, északnyugati, esetleg az északi tájakon kevés helyen kialakulhat zápor, zivatar. Napközben 30-33 fokot mérhetünk.